Jó reggelt, jó reggelt! Mert nagyon friss vagyok, és kipihent. Nem. Szóval elég korán felkeltem, mert ma április 8-a szombat van, és ez egy nagyon-nagyon nagy nap, ugyanis az unokatesom, majdnem azt mondtam, hogy férjhez megy, de nem, mert hogy, hát, megházasodik az egyik legjobb barátnőmmel, Veróval, és már nagyon régóta készülünk erre az esküvőre, és végre eljött a nagy nap. Hát, Veró, innen üzenem neked, hogy remélem nem parázol az idő miatt, mert igaz, hogy egy kicsit borús, de hát nem ez a lényeg. Úgysem kint lesz az esküvőtök, úgyhogy ne aggódj, és csak nyugi. Én szerintem jobban izgulok, mint Veró. Konkrétan, mert csak templomi szertartás lesz, és utána a buli, meg a vacsi, és én fogok énekelni a templomba Veró bevonulása alatt. Úristen, annyira izgulok, olyan régen énekeltem már így emberek előtt, főleg templom az azért mindig stresszes, egy kicsit stresszesebb, egy kicsit nem beszélve arról, hogy azért óriási felelősség ezt így jól végig csinálni, mert nyilván ez egy annyira felejthetetlen, óriási alkalom, hogy nem szeretnék én lenni az oka, hogy valami esetleg félre sikerül, de nem fog, mert minden rendben lesz. Gyakoroltam, Ádám fog kísérni zongorán, ő már egyébként elment nagyon korán, mert még asztalokat pakolnak a fiúsereggel a vacsi helyszínére, úgyhogy igen, most nekem még van egy kis dolgom, egyébként reggel 8 óra van, olyan 17 környékén keltünk fel, és még videót szerkesztettem reggel, de még a ma felkerülő videóhoz fel kell vennem egy bevezetőt, és ezért már így sminkben lébecolok itt. Eddig csak egy teát ittam, és szerintem sok mindenre ma nem is lesz időm, de ennek a vlognak úgyis az a lényege, hogy egy pár pillanatot megörökítsek az esküvőből. Remélem, hogy szeretni fogjátok ezt a napot, és velem tartotok tovább is. Nos, most éppen rohanok fodrászhoz, úgyhogy csak gondoltam, gyorsan bejelentkezem, innen még gyorsan boltba kell mennem, és akkor megyek Leservárra készülődni, megdekorálunk a lányokkal. Hui! Szólj bele! 1200. Mi? 1118. Jó, az engedőt nem kell átadnom. Nem kell. Van. Megújítám. Thank you.
Megérkeztem a vadkertbe, mert Ádám is itt van velem. Hát remélem, hogy tetszett ez az előző kis éneklős klip, amit beszúrtam nektek ide ebbe a videóba, mert nyilván az esküvőn nem lesz lehetőségem videózni, meg nem is az én dolgom, mert azt jó a profikra hagyni egy ilyen alkalmon, de azért majd ilyen egy-két kis sneak peeket majd igyekszem felvenni nektek, és hogyha most összeszedem magam egy kicsit, akkor gyorsan megmutatom, hogy miben leszek, és aztán megyek segíteni a Verónak, mert biztos, hogy kell pár dolgos kéz még, és akkor az a tervem, hogy olyan 2 óra körül visszajövök, gyorsan lezuhanyozom, meg kisminkelek újra, mert ez a smink, ami most rajtam van, ez már nem takar semmit, és akkor megyünk a templomba, úgyhogy nagyon izgulok, iszonyatosan izgulok, én nem tudom, hogy mikor izgultam utoljára, komolyan mondom, így annyira kellett küzdenem a könnyeimmel folyamatosan éneklés közben, és így azon gondolkodom, hogy mire gondoljak, hogy kiszálljak a fejemből, és ne jöjjenek elő bennem ilyen élmények. Nagyon rossz. És nem sírhatom el magam, miközben vonul az unoka testvérem az egyik legjobb barátnőmmel be az esküvőjére, Jézusom. Úgyhogy most az a tervem, hogy bevillant egy kép a New York-i felhőkarcolókról. És hogyha arra gondolok éneklés közben, akkor talán nem fogom elsírni magam. Úgyhogy most ez a taktikám. New York-i felhőkarcolók. Semmi esetre sem templom és meghitt esküvő. Mert különben el fogom bőgni magam. És az Ádám kicsinál. Meg úgy az egész nász nép. Jó. Hello. De Ádám is nagyon ügyes, olyan ügyes, hogy mindig ilyen fél pillanat alatt összedobja a kíséreteket nekem. Bizony. Ugye, csücsök? Igen, én kísérletező típus vagyok. Kísérletező típus, igen. Egyébként a mi esküvőnk is itt volt, csak egy másik épületben aludtunk mi, és hát így nekünk is kényelmesebb, hogy a buli után ide tudunk így helyben lefeküdni, aludni, mert biztos, hogy sokáig fent leszünk, úgyhogy na, nem is duvállok tovább, az a lényeg, hogy most mindjárt megmutatom, hogy miben leszek. Nos, az outfit a következőképpen néz ki. Készítettem a Vandával, a szigeti Vandával egy alkalmi ruhát. Elképzeltem, hogy én levendula színű ruhában szeretnék lenni, és hát mivel még azért nincsen olyan hű, de gatyarohasztó meleg, azért szerettem volna, hogy újja is legyen, meg a templomban leszünk, meg minden, és így erre esett a választás, majd felvéve is megmutatom nyilván, hogy néz ki, de nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ez egy Spoza by Szigeti Vanda ruha. Aztán vettem most gyorsan hozzá a H&M-ben egy ilyen kis retikült, mert ilyen világos színű retikülöm nem volt, ugyanis tudtam, hogy ezzel a cipővel fogom felvenni. Ez egyébként eredetileg a menyecske ruhámhoz vásárolt cipő, amit aztán az esküvőmön nem viseltem, mert a szandálomban maradtam végig, de most erre az alkalomra tökéletes lesz, úgyhogy így fog kinézni az outfit. Mondj valamit a Verónak, légy szíves! Szia! Ennyi? Híjság! Nagyon romantikus. Na, már most nem tudok romantikusat mondani. Mi ez rajta? Ez egy moment lens, kitágítja a teret. Komolyan? Aha, de én tuti nem félek bele amúgy, mert olyan magas vagy. Menő! Na jó van, ügyes legyél! Jó van!